Az új tanév ugye változásokat is jelent, de egyben bennünk van azért az a remény, hogy ez a tanév már nem digitális oktatással fog folytatódni, hanem reméljük azt, hogy megmaradunk a jelenléti oktatásnál. Ünnepélyes évnyitóval kezdték meg a tanévet a II. Géza gimnáziumban Bátaszéken. A diákok nagyon várták már, hogy újra találkozhassanak. Közel 300 gyerek ült vissza az iskolapadba. Simegi József, az intézmény igazgatója azt mondja, minden tanév egy új kezdetés egyben. Két nagyon nehéz év után, amikor azért a digitális oktatás nem csak bennünket, pedagógusokat, de gyerekeket is megpróbált, talán elindulhat egy olyan tanév, ahol nem lesz ennek a bevezetésére szükség. Én bízom abban, hogy a pedagógusok, illetve a magyar társadalom, a pedagógusok és a gyermekek átoltottsága is ezt talán lehetővé teszi. Én az ebbéli reményemet próbáltam most itt a gyerekekkel is megosztani, illetve arra fölhívni a figyelmet, hogy minden tanév egy új kezdetnek, egy újrakezdésnek a lehetőségét is adja. És ebben az újrakezdésben nagyon fontos odafigyelni a saját felelősségünkre, hogy felelősek vagyunk önmagunkért, felelősek vagyunk egymásért, és az újrakezdés arra is lehetőséget ad, hogy mindazt, amit a pandémiában elfelejtettünk, vagy talán ösztönösen már kialakult bennünk, azokat a dolgokat letegyük, és újra tudjuk kezdeni. Újra tudjuk kezdeni a munkához való becsületes hozzáállásunkat, újra tudjuk kezdeni az emberi kapcsolatainknak az építését. Én ezekre a gondolatokra tettem a hangsúlyt most, ezt próbáltam a gyerekeknek is átadni, és erre fölhívni a figyelmüket. Éppen a tankönyveket kapják meg a diákok. Az év első tanítási napján, az évnyitót követően osztályfőnöki órák vették kezdetüket az iskolában, melynek során a tanév terveiről, programjairól és természetesen a házirendről tájékoztatták a tanulókat. Az igazgató úgy látja, lesz mit bepótolniuk. Azért annak ellenére, hogy ugye úgy tűnik a statisztikákból, hogy a tanulmányi eredmények, érettségi eredmények nem romlottak az előző két évben a pandémia miatt, én akkor is azt gondolom, hogy a digitális oktatás nem olyan hatékony és nem olyan eredményes. Tehát ezeket a hiányosságokat, ezeket mindenképpen, ez két évet is érint, tehát ezeket a hiányosságokat, ezeket pótolni kell. Valahol pótolni kell, mert ezek valahol hiányozni fognak, tehát ezért is nagyon nagy a felelőssége pedagógusnak, diáknak, szülőnek, mindenkinek ebben a helyzetben. Két 30 fő fölötti bejövő osztályunk van, a 7. és a 9. B-ben, így az iskola létszáma most, hát 260 fölé mentünk már, talán ilyen sokan még egyetlen évben sem voltunk, mint az idei tanévben, ez nagy öröm számunkra is. Tolna megyében idén több mint 20 000 diák kezdte meg a 2021-22-es tanévet.